Azért adtuk ennek a szakasznak az urbanizáció gyűjtőnevet, mert ilyenkor az történik, hogy a kamasz elkezdi a családi értékrendet és erőforrást, a kortárs közösség értékrendjét és erőforrásait, valamint a saját értékrendjét és erőforrásait egy identitással összegyúrni, ami segítségével ő megjelenik a külvilág előtt. Nyilvánvaló, hogy a következő lépés az az lesz, amivel kezdtük az egész szülő kézikönyvét, hogy ezt a nagyjából kialakult identitást, ezt elkezdje egy közös identitással tenni valakivel. Ez egy hosszú folyamat, mert az identitás megszilárdulásához egy csomó visszajelzés kell. A státusz igény megállapításához például kell az, hogy eldöntse, hogy mit hajlandó ő megtenni azért a státuszért. Ezt többnyire úgy hívjuk, hogy továbbtanulás, de sokkal nagyobb kör, mert hiszen arról szól, hogy milyen befektetésekre hajlandó immár ő maga személyesen, mikről mond le, mikre figyel. Hogyan használja a családi kapcsolatrendszert, mennyire építi be ezt az identitását. De mindenképpen, ha egy képet akarsz az egészről, hogy miben segítsd a gyerekedet, az az, hogy ő kilép a család, az iskola, a kortárs közösség melegéből, támogató közegéből, és valahova a városon belül elmegy, és ott ő önmaga.